Sziasztok! Egy kis kalandra hívunk benneteket a Golden State-be, Kaliforniába. Ebbe a fantasztikus államba, amely tele van lenyűgöző partokkal, festői és pesgő városokkal, s változatos gyönyörű tájakkal. Az út során akadt némi izgalom, de ezt majd meglátjátok. Ha nyugalmasabb utazásra vágytok, nézzétek meg Magyarorsi Csaba filmjét. Ha velünk tartotok, dőljetek hátra, hangerőt fel, indulunk! A városban, vagy szükség van a szakértelmedre. Miről van szó? Valakit elküldök hozzá a részletekkel. Rendben. Kussolj, előre néz. Csomag a Hoover Damnál. Pontos átadás. A célpont, Vegas. Értjük? Mi ez a keménykedés? Kussolj! Kurvára igyekezzél. Két napod van. A modern világ egyik legnagyobb mérnöki csodája. A Nevada és Arizona határán elhelyezkedő építmény a nagy gazdasági világválság idején épült, hogy szabályozza a Colorado folyót és vízi energiát biztosítson az Egyesült Államok délnyugati részén. A gát puszta mérete is félelmetes, több mint 200 méter magas és több mint 360 méter hosszúságú. Az áramot termelő masszív turbináktól a falakat díszítő bonyolult Art Deco kialakításokig a Hoover gát minden eleme az emberi találékonyságról tanúskodik. A Hoover gát azonban nem csak egy mérnöki remekmű, hanem egyben természeti szépségű hely is. Meg is van a csomag. Pretend it's wearing up, but it's never enough. Nah, I wish
folyó fölött 270 méter magasan ível át az 580 méter hosszú Mike O'Callaghan Petriona híd, amely a két park között gyorsabbá tette a 93-as úton az átkelést, mint 2010 előtt, mikor a gát tetején haladt. Callaghan Nevada kormányzója volt, Tillman pedig focista, aki később csatlakozott a hadsereghez, és 2004-ben Afganisztánban halt meg baráti tűzben. Ahogy kinézzünk a mító csillogó vizére, lenyűgöző a kilátás. De először lerakjuk a csomagot a két helyen. Ezzel meg is volnánk. A káprázatos Las Vegas a világ szórakoztató fővárosa. Talán nincs is még egy ilyen hely a világon. Maradt még egy kis időnk felfedezni, fel is pattanunk a monorélre. Innen kicsit távolabbról szemléltjük végig a káprázatos neonfénytengert. A város egyik fő attrakciója a Strip, amely körülbelül 6 km hosszú és számos híres szálloda található rajta. De a szállodákon és kaszinókon kívül sok érdekes látnivaló és előadás van Las Vegasban. Érdemes körülnézni a neten előtte, az ezek közül ráadásul számos ingyen tekinthető meg. Itt jártunk kor, még nem volt kész a gömb, az MSG Sphere, amely 18.600 fős előadóterem, 16K felbontású, 15.000 négyzetméteres kijelzővel és 167.000 hangszóróval. A gömb magassága 132 méter, szélessége 157 méter, külső felülete 57.000 négyzetméter, amelyet LED kijelző borít. Először 2023. július 4-én kapcsolták be, és volt időszak, amikor 1500-an dolgoztak egyszerre az építésén. Első útunk az M&M's boltba vezet, ahol négy szinten válogathatunk különféle M&M's témájú dolgokból. Számomra a legérdekesebb a hatalmas adagoló volt, illetve nyomtathatunk magunknak egyedi M&M's csokit is. És amikor azt hiszed, hogy ennyi volt, akkor jön még a magyarós és a tejcsok is. I live my life online, the world around me just passes by. This synthetic life.
Következő állomásunk a fantasztikusan látványos Bellagio szökőkút volt, amely Celine Dion dalát játsza, de mivel ezt nem sikerült megszereznem, ezért pótoltam egy két részlet dallal. Here I stand alone with this weight upon my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question keeps on spinning in my mind. What if ezen a ponton elfáradtunk, így visszatértünk a szállodába. Kipróbáltuk a kaszinót, mert hát Las Vegasban ez szinte kötelező. Körülbelül 6 órát eljátszottunk, mire kiraktak minket, mert hát hiába trükköztünk, hogy a gyerek nem jött be. Egy méterrel a bejárat előtt hagytuk, ez sem szabályos. Pedig már polnyerésben voltam, de hát ilyen az élet. Napol sem néz ki rosszul, hogy is mondta valaki, nem tápiószecső. Elmegyek futni, fél óra is jövök. Benedetta. A főnök látni akar. Vincenzo, mi ez az egész? Csomag. Van a csomaggal. Beszállítottam, ahogy kértétek. Nem hallottunk Jonas felől, mióta kiküldtük eléd. Te mégis leszállítottad az árut? A mesély? Egy nőtől kaptam az infót, nem tudtam, hogy Jonas külditek. Valaki köpött? Egy nőtől. Egy nőtől. Hosszú hajú volt, vörös hajú. Kelet-Európa lehetett, nagyon kemény volt. Nem sároznád be a család becsületét hazugságokkal, ugye? Soha nem hagynám, hogy bárki hazudjon neked. Soha. Úgy hallottam, hogy azok a disznók nyugtalankodnak. Anaheim.
magyarokkal végeztetik el a piszkos munkát. Gondolom, követtek. Jonas tudja, hogy kivel kavar. Üdvözlöm a családot. Maradjatok a környéken. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember. A Mont Carmel alagút az Zion Nemzeti Park szívében kanyarog. Ezt a hihetetlen mérnöki bravúrt az 1920-as években építették, hogy biztonságos és kényelmes módot biztosítson a látogatók számára, hogy elérjék a parkot. Összeköttetést biztosít a Bryce Canyon, a Grand Canyon és az Zion Nemzeti Park között. A nagyobb járművek nem tudnak biztonságosan közlekedni a saját sávjukban, ilyenkor az alagutat egyirányosítják. 2009-ben majdnem 33 ezerszer volt erre szükség. Biciklivel is gyalog viszont egyáltalán mehet bemenni az alagútba. Maga az alagút is látványos, 1800 méter hosszú, az ablakokból lélegzettel állító kilátás nyílik a környező sziklákra és kanyonokra. Korábban ezeknél meg lehetett állni, de biztonsági okból megszüntették a lehetőséget. Az alagutat egyenletes lejtéssel építették, hogy csökkentsék a balesetek kockázatát, az ablakokat pedig stratégiailag úgy helyezték el, hogy levegő és természetes fény jusson be, valamint a kitermelt követ is ezeken keresztül távolították el. De nem csak az alagút tervezése teszi olyan különlegessé, hanem a gyönyörű táj is, ami körülveszi. A Zion Nemzeti Park egy igazán gyönyörű park az Egyesült Államok délnyugati részén Utahban, nekem az egyik kedvencem ez. Magas homokkő szikláiról, mély kanyonjairól és gyönyörű túraútvonalairól ismert. A park 600 négyzetkilométeren fekszik, és számos vadon élő állatnak ad otthont, például a nagyszarvújúoknak, őszvérszarvasoknak és a hegyi oroszlánoknak, valamint a sziklafalakon élő apró csigáknak. A park egyik legnépszerűbb látnivalója a Zion Canyon, amely egy 24 km hosszú, akár 800 méter mélységű kanyon. A kanyont a Virgin folyó faragja, amely átfolyik a parkon. A Zion Nemzeti Park számos egyedi szikla képződménynek ad otthont. A látogatók túraútvonalokon sétálva fedezhetik fel ezeket a képződményeket. A sziklamászás a parkban lehetséges, de nem ajánlott a kőzet puhasága miatt. Ha minden túraútvonalat szeretnénk végigjárni, arra több napot kell számolni, és némelyikhez engedély is szükséges. Nyáron több kilométeren átsétálhatunk a folyóban is, bár óvatosnak kell lenni, mert zivatar esetén a vízszint gyorsan emelkedhet. Parkba autóval nem lehet behajtani, a túra útvonalak kezdőpontjához busszal juthatunk el. Szerintem ez veszélyes útvonal lesz, menj vissza inkább anyához. És innentől már csak a folyóban gyalogolva lehet folytatni.
Hát ezt nem akarom elérni, hogy ezek megint itt vannak. Na tűnés. Itt teszünk egy kis kerülőt akkor. Ricardo, te is itt vagy? Na jó van, nézelődjét csak. Van erre már csak nem lesznek. A lehulló vízesések több helyen is, mire leérnek, hóvá alakulnak, és alul összegyűlik a hó. Sajnos a repülőre nem fog fölférni ez az autó, pedig hát az a vinném. Ez borzasztó, hogy állandóan nyomomban vannak. Na, húzunk el a Yosemite Parkba gyorsan. A Yosemite Nemzeti Park a kaliforniai Sierra Nevada egység nyugati részén található és területe több mint 3100 négyzetkilométer. A park lenyűgöző gránit szikláiról ismert, köztük a híres Hardom és az El Capitan. A Yosemite völgy népszerű turisztikai célpont a parkon belül, és számos tereptárgynak ad otthon, mint például a Yosemite vízesés, a Bridewell vízesés és a Merced folyó. A parkot 1984-ben a UNESCO a világörökség részévé nyilvánították kivételes természeti szépsége és egyedülálló geológiai adottságai miatt. A Yosemite ad otthont a világ legrégebbi fáinak, köztük a Mariposa Grove mamut fenyőinek. Ezek a fák akár 100 méter magasra is megnőhetnek, és több ezer évig élnek. A park számos vadon élő állatnak ad otthont, például a fekete medvék, préri farkasok, hiúzok és összvérszarvasok. Szerettem volna csinálni egy túrát, de akkor a hó helyenként 2-3 méter, hogy ahol nincs letakarítva, ott gyakorlatilag járhatatlan. Úgyhogy ez az egyetlen, amit észrevettem, járható út, amely le volt takarítva, és el lehet nyugni a mamutfenyőkhöz, ezért ezen elindultam fölfelé. Az évek során számos filmben és tévéműsorban szerepelt, köztük a 2014-es Vágy című filmben Reese Witherspoon főszereplésével. A park évente több millió látogatót fogad, így az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb nemzeti parkja és a szabadtér szerelmesének kihagyhatatlan célpontja. Sajnos a legnagyobb fákig nem lehetett ezen az úton eljutni, mert a legvége már nem volt takarítva, de azért itt is egész nagy fákat találtam, megérte följönni. Az 1920-as években a park medvefelügyelőt bérelt fel a park fekete medve populációjának kezelésére. A felügyelő feladata az volt, hogy a medvék ne váljanak túl agresszívvé, és ne zavarják a látogatókat. Ma figyelmeztetik a látogatókat, hogy tartsák a távolságot a medvéktől, és ne etessék őket, de továbbra is népszerű látnivaló maradnak a parkban. A parknak megvan a maga egyedi nyelve, a Campies, ez a slang és a zsargon gyűjteménye, amelyet a táborozók és a személyzet használ a hatékonyabb kommunikáció érdekében. Például a medvedugó olyan forgalmi dugót jelent, amelyet az emberek megállása okoz, hogy egy medvét nézzenek.
A Zaolani Hotel Yosemite Nemzeti Park egyik történelmi szállása az évek során szokatlan események helyszíne volt. 1987-ben egy Mikulásnak öltözött férfi elterelt egy helikoptert és azt követelte, hogy szállítsák a szállodába. A hatóságok végül elfogták, de az eset Mikulás helikopter eltérítésként vált ismerté. Megérkezünk San Franciscóba, ahol érdemes megnézni a kikötőt, ahol vannak fókák is, de nekem a kedvencem a II. Világháborús tenger alatt járó. És persze egy kicsit sétáltunk a Golden Gate hídon, a botanikus kertet azt már nem tudtuk meglátogatni, bezárt, viszont sikerült feljutnunk a régi villamosra, és ami hát San Franciscóban jár az egyik legérdekesebb a kötélvontatású villamos, amelyben igazából semmilyen villamosság nincsen. San Franciscóban nagyon jó a tömegközlekedés, 18 év alattiaknak pedig ingyen is van. Az autót leparkolhatjuk egy utcában, ahol a parkolás ingyenes, arra kell figyelni, hogy minden utcát másik napon takarítanak, ennek utána kell nézni, hogy nehogy elvigyék éppen a leparkolt autónkat. Ide is érünk a tengeralattjáróhoz, amit a bácsi már majdnem bezárt, de hát még nyitva kell lennie, úgyhogy hát mi megnéztük. A USS Pampanito egy Baleo osztályú tengeralattjáró, 1943. július 12-én bocsátották vízre, és a Pacific teletörőben a II. Világháború alatt
6 japán hajót elsüllyesztett, 4 másikat pedig megrongált. A háború után a tengeralattjárót leszerelték, és 1946-ban a haditengerészeti tartalékba helyezték át. 1950-ben törölték a lajstromból és kiképzési célokra használták, mielőtt 1960-ban feleslegessé nyilvánították. A 70-es években önkéntesek csoportja gyűlt össze, hogy megmentse a USS Pantanitót is elejtezéstől és helyreállítsa múzeumhajóként. A tengeralattjárót 75-ben a San Francisco-i Bölből a Tengerészeti Nemzeti Történeti Parkba vontatták, és 82-ben nyitották meg a nagyközönség számára. A tengeralattjáró az egyik leghitelesebben felújított és legjobb állapotú második világháborús tengeralattjáró az Egyesült Államokban. A USS Pampanito 86-ban nemzeti történelmi mérföldkőnek nyilvánították, és felvették a történelmi helyek nemzeti nyilvántartásába is. A tengeralattjáró az évek során számos filmen és tévéműsorban szerepelt, köztük a 97-es Amistad és a 2005-ös The Zodiac című filmben. In my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. A USS Pampanito Rádió Amatőr Klub minden hónap második és negyedik szombatján az NJ6V hívójára kelti életre a rádiószobát. A második világháború alatt NJVT volt a hajó hívójele. A HEM rádiósok 7,26 és 14,26 MHz-en léphetnek kapcsolatba a hajóval hangon, más frekvenciákon pedig morzekóddal. A Pampanitónak még mindig több működő alkatrésze van, köztük egy torpedócső, a periszkóp, a motorok, a konyha és a fagylalt készítő. A múzeumban oktatási programokat is tartanak, köztük egy olyan programot, amely lehetővé teszi, hogy szervezett gyermek és felnőtt csoportok aludjanak egy éjszakát a tenger alatt járó 48 emeletes ágyán, nem 48 emeletes. A Valeo osztályú tengeralattjáró a dízel-elektromos tengeralattjárók egyik osztálya volt, amelyet az Egyesült Államok haditengerészete használt a II. Világháború alatt, és 120 hajóval az Egyesült Államok haditengerészetének legnagyobb tengeralattjáró osztálya. Korábbi gátó osztályhoz képest kisé javítottak rajta, belső különbségek voltak. A legjelentősebb előrelépés a vastagabb, nagyobb folyáshatárú acél használata volt a nyomás alatti hajó testhéjazatban és a vázban. Ezzel 120 méterre 400 lábra növelte a vizsgálati mélységét. A Valeo osztályú tengeralattjáró kritikus szerepet játszottak a II. Világháborúban a Csendes óceánban, több mint 600 japán hajót süllyesztettek el és sok más megrongáltak. A legsikeresebb Valeo osztályú tengeralattjáró a USS Archer is volt, amely elsüllyesztette a Shinano japán repülgép hordozót, a legnagyobb hadihajót, amelyet valaha tengeralattjáró süllyesztette el. Nekem itt van egy kis elintézni valóm, Santa Monica Beach-en találkozunk. Thank you. Megvan a parkolóház, amit megbeszéltünk.
Hol a szajré? Ketten már be se fértünk volna. Micsoda veszteség? Béke poraira. Fiam, ezt neked kell lerendezned. Konstantinó megtudta, hogy hol vannak. Intézd el őket. Akkor kvittek vagyunk? Kvittek vagyunk. Na, ez megvolt. Nézzük, hol a kocsi. Nem akarom elvinni nyaralni, jövünk közt, itt is csak a meló van. Mondtam, nem sokára jövök, és felülünk a hullámvasútra. Los Angelesben nem olyan sok érdekes látnivaló van, de azért van egy pár. Érdemes egy kicsit sétálni, ha van időnk a Santa Monica Beach-en. Van egy jó hangulata az egésznek. És a másik, amit meg akartunk nézni, az Universal Studio, vagy Studio. A foglalást érdemes időbe elintézni. Majdnem le is maradtunk, reggel már csak az egyik irodánál volt jegy. És sajnos, amikor sokan vannak, akkor órákat kell várni a sorokban. Nagyjából a fele napot sorba állással töltöttünk, de így is megérte. Ha valaki nem ragaszkodik, hogy együtt üljön fel a különböző dolgokra, azzal egy kicsit lehet gyorsítani, illetve a VIP jeggyel, ami körülbelül kétszer annyiba kerül, azzal gyakorlatilag várakozás nélkül végig lehet nézni mindent. A legizgalmasabb, legmozgalmasabb részeket nem tudtuk fölvenni, de nem is volt igazán terve, ezek megtalálhatók a neten. Egy kis ízelítőt azért összeállítottunk a kalandból. A stúdió túra az egyik legérdekesebb, amit megnézhetünk. Számos filmből láthatunk helyszíneket, jeleneteket, kellékeket. Ez itt például a Visszajövőbe című filmből lett ismerős. A stúdió leginkább egy vidám park jellegű szórakozó hely. Ez az egyik legrégebbi és legikonikusabb filmstúdió, amit 1912-ben alapítottak. A park 1964-es megnyitása óta szórakoztatja a látogatókat. Part 1 and part 2. Our first eco-friendly models with the Flintstones. At least if you're sneakers, we can arrive with Fred. Then we have the Ford Anglia from Harry Potter and the Chamber of Secrets. Skylines from Too Fast, Too Furious. The giant.
pyrosphere from Jurassic World. Notice there's not any glass around it. It was never full of the glass because that's reflective. We'd be able to see the camera crew and all the equipment. So they added it later with computer-generated imagery. A fries van from Nope. Crawdaddy bow from us. And our Bradley fighting vehicle from Transformers. Going back to that gyrosphere, the newest film. Kicsit gyanúsak ezek a ketrecek, mint a Jurassic Parkban járnak. Vajon meg is vannak a kiszabadult dinók. Téma az egyik legnépszerűbb, nem is véletlenül. Körülbelül másfél órát álltunk sorba, de megérte. Izgalmasabbra sikerült ez a nyaralás, mint terveztük. Remélem élveztétek ti is. Aco elvégezte a piszkos munkát. Mi legyen a hullákkal?